Ahogy azt korábban hallottátok, ez az az időszak, amikor a hazugságok és az összes megtévesztés meg fog dőlni azok számára, akik engedelmesen és alázattal járják az utat, és akiket Jahua az Atya megsegít, a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem segítségével. Ezen hazugságok közül már számtalan láthatatok itt, és azt gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy az ellenség az elmúlt 6000 év során egyetlen pillanatot sem vesztegetett. Az életünk minden része hazugság és megtévesztés, és ezeken át kell lépnünk, és fel kell fednünk ezeket, és meg kell értenünk, és legelsősorban el kell fogadnunk. Az egyik ilyen megtévesztés többek közt, illetve hát az összes közül az, hogy mi is a Mesiák neve. Azután persze az, hogy az ő követőinek mi a neve. Az előző részben egyértelmű kellett, hogy legyen, hogy honnan ered ez az elnevezés, és mi ennek a háttere. Ebben a részben pedig tovább fogjuk ezt vizsgálni. Kezdjük zsidókhoz Avri 4-es fejezet 12-13, és ez így szól, mert Elohimnek beszéde élő, és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatai. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Nyilvánvalóan a Mesiákról van szó, hiszen ő a mindenható beszéde, ő Jahua beszéde. Ő az, akiről szó van. Azonban a lényeg az, hogy ez olyan, mint egy kétélű fegyver, mint egy kétélű kard, és felfed minden hazugságot, és nyilvánvalóvá tesz minden megtévesztést. Ez az a korszak, amiben élünk. Ez egy nagyszerű korszak, és aki az igazságot keresi, az nem is kívánhatna ennél nagyszerűbb időt, hogy ő életben legyen. Első Kefa, vagyis Péter 4-es fejezet így szól 15-16-17. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Azaz kerüljétek el a bűnt. Ha pedig mint keresztjén szenved, ugye a szenved az hozzáadott, de az előzőből kiderül, hogy ha pedig mint keresztény szenved, erről beszél, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért Elohime. A keresztény vagy keresztény sosem volt egy elnevezés, amit ők büszkén viseltek, vagy a Krisztiánosz, hiszen tudták, hogy mit jelent. Ezért mondta, hogy ha aként szenved, akkor ne szégyelje azt, hanem dicsőítse Elohime. Hiszen tudja, hogy mit jelent és miért nevezik annak. Persze, ha valaki úgy akar értelmezni, akkor nyilván arra gondol, hogy amit a keresztények átéltek. Azonban ez nem erről beszél. Arról beszél, hogy ne szégyelje azt, hogy ne szégyelje, hogy úgy hívják, hanem dicsőítse Elohimet. Ugyanúgy, ahogy ma, ahogy mindennek elmondják az embert azért, mert az Elohim szaváról beszél, ugyanúgy dicsőítse azért Elohimet, és ne szégyelje. Ugyanez volt a helyzet akkor is. Most még ráadásul azok, akik keresztények hívják magukat, még ők is próbálják az embert megszégyeníteni. Ez a szó keresztény, az eredetiben Christianos. Erről szó volt a múltkor, de meg fogjuk nézni, hogy esetleg kiderül-e más még ezzel kapcsolatban. Ezek az emberek soha nem hívták magukat Christianosnak. Már megvizsgáltuk a múltkor azt, hogy mi is, honnan is ered a Christianos szó, mit jelent a Krisztus, és hogy miért nem hívták ők magukat ennek, de nézzük tovább, hogy találunk egyéb bizonyítékot arra, honnan is ered ez a szó. Ez mindennapi közéleti portál, és biztos vagyok benne, hogy ez nem a legnagyszerűbb információs forrás, de annyi van, hogy nézzük meg ezt is, ha már itt tartok. Nyelvi különbségek katolikusok és protestánsok között keresztény vagy keresztjén. Meglepő történet protestáns keresztény, illetve katolikus keresztény szó használatának kialakulása. Krisztus görög nevéből a Christianosból született a latin Christianus, a szláv Krisztián, a magyar Krisztián vagy keresztjén,
A 18. század felerősödő hitvitái során néhány katolikus érvelő elhitette, hogy a keresztjén szó tulajdonképpen a keresztből származik, így nem lehet tyével írni. Többségben katolikusok laktak Magyarországon, így ez a szó alak terjedt el, noha a protestáns szóhasználat a helyes, hangsúlyozta Prószéki. Ez ugye Prószéki Gábor, itt található az ő véleménye, akit érdekel. Szóval a keresztény vagy keresztény szó a szláv krisztián keresztény szóból ered. Ez pedig Harmat Árpád Péter történelem cikkek. A kereszténység kialakulásának története, a kereszténység kialakulás története Harmat Árpád Péter 2015. január 31-ében. A kereszténység történelmi kinyilatkoztatásokon alapuló dogmatikus vallás alapítója názáreti Jézus Krisztus. Természetes az, hogy ők a pogány neveket használják, de a lényeg az, hogy a legtöbb ember ezeket használja. Nézzük meg, hogy mi az, ami kiderül ezzel kapcsolatban. A Krisztus szó a görög Krisztos főnévből származik, ami a héber Masiak vagy Mosiak, azaz messiás szó fordítása óhéberről ógörögre. Jelentése fölkent vagy felkent. Ebből született a görög Christianos, illetve a latin Christianus kifejezés, melyik jelentése Krisztus követő, Krisztusi. Apologia kutatóközpont, apologia.hu, keresztény vagy keresztény, dr. Szalai András cikke. Keresztény vagy keresztény elemezés görög eredetű bibliai kifejezés, de a magyarba szláv közvetítéssel került, és több hangtani változáson is átment. Eredet és eredeti jelentés a görög Christianos, Krisztos, olaja felkent szóból ered, Krisztos cím pedig a Kriszma, kenőcs vagy kenet szóból képzett alak. Kifejezés hátterében a héber Masiak vagy Mosiak olaja felkent, azaz felhatalmazott vagy beiktatott király papróféta cím áll. A görög Christianos, ennek forma hűfordítása, ennek a latin változata Christianos került át a legtöbb európai nyelvbe. A Krisztusból képzett melléknévi alak, a Christianos jelentése, Krisztus párt híve, ahogy például a Herodianos, Herodes párt hívére utalt. Mai konszenzus szerint tehát a kifejezés ragadványnév és eredetileg pejoratív megjelölés, azaz gúnynév volt. De maguk a krisztiánoi számára nem maradt az, ők büszkén viselik akármit is jelent, mint általában. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy attól függetlenül, hogy ki mit akar, hogy ez a szó jelentsen, csak nézzük meg ezt a három helyet, ahol még fennmaradt a fordításban az, hogy keresztjén, és próbáljuk meg kicsit más szemmel nézni. Első, a tanítványokat pedig Antiókban nevezték először keresztjéneknek. Ez ugye Apostolok cselekedete 11-26. Ugye őket nevezték, mások nevezték őket keresztényeknek, vagy keresztényeknek, vagy Krisztiánosznak. Aki nem látta az előző részt, mindenképpen nézze meg, hogy megtudja, hogy honnan ered a Krisztiánosz szó, hova vezethető vissza. A lényeg az, hogy ők nem nevezték magukat annak, őket annak nevezték. Így szól Apostolok cselekedetei 26-28-ban Agrippa pához, vagyis Saulhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek? Krisztiánon. Azaz azt mondja, hogy azt akarod, hogy én is az legyek? Ő tudta, hogy mi annak a jelentés, ő tudta, hogy honnan ered, hogy a kretén szóból ered, hogy ez egy gúnynév, egy ragadványnév. Ezért mondta neki, hogy azt akarod, hogy azzá legyek? Saul nem azt mondta, hogy igen, azt akarom, hogy az legyél. Azt mondta, hogy én azt akarom, hogy olyan legyél, mint én. Sőt, hogy mindannyian olyanok legyetek, mint én, a bilincseket kivéve. Nem azt mondta, hogy igen, azt akarom, hogy legyél keresztény. Azt mondta, hogy olyan legyél, mint én, sőt, mindannyian olyanok legyetek, csak a bilincset vedd le a kezemről. Az utolsó azonban egyértelmű, ha valaki, mint keresztény szenved, Krisztiános, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Elohimet ezzel a névvel. Azaz, ne szégyenkezzen, ha ennek hívták, hanem az is Elohim dicsőségét szolgálja, akárminek is hívják. Erről beszél. Nem arról, hogy ő magát annak hívja. Azt mondta, hogy ne szégyenje, hanem még ez is Elohim dicsőségére lesz. Ha valaki annak akarja hívni magát, akkor sok szerencsét, nem probléma. Csak legyen tisztában mindenki azzal, hogy honnan ered a szó. A keresztjén
szónak etimológiai szempontból nincs köze a kereszt szóhoz, bár a kereszténységnek az elmúlt másfél ezer évben a kereszt lett a legelterjedtebb szimbóluma. Annak ellenére, hogy második Mózes sem mond, 20-as fejezetben így szól, Jahua, én vagyok Jahua, te hatalmasságod, aki kihoztalak téged Egyiptomnak, Misraimnak földjéből, a szolgálat házából. Ne csinálj magadnak faragott képet, semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy melyek alant a földön, vagy melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne csinálj magadnak faragott képet. Egyértelművé tette, hogy mi az, amit akar. Ne csinálj meg annak faragott képe, semmi hasonlót azokhoz, hogy égben, földön, vízen vannak. Nem, hogy egy pogány szimbólumod, ami a kereszt maga, hanem semmiet. Ne imád, ne tiszteld azokat. Ne nézz rájuk úgy, mint az egy valami. Hogy az szimbolizál valamit, hiszen nem láttál, nem is hallottál soha. Úgyhogy ne csináld ezt. Ez az ő parancsolata. Ő nem kéri a dolgokat, ő megmondja, hogy ő hogy akarja. A kereszténység, a kereszt vallása a magyar köztudatban, más nyelveken ilyen áthallás nem igen talán. Azért egyszerűen, mert más nyelvben nem így hangzik. Egy tőről kell, hogy eredjen, hiszen minden népnél ebből alakult ki az elnevezés. Magyarul egyszerűen csak így hangzik, ezért nincs ilyen áthallás a többi nyelvben. A görög szó érdekes módon nem latin, hanem szláv közvetítéssel került a magyar nyelvbe. A többi videóban megtudhatjuk azt, hogy hogy alakult a latin elnevezés, és hogyan milyen kapcsolatban áll. Ez volt a folyamat a görög krisztiánó, szláv krisztián vagy kresztián, ó magyar krisztián vagy keresztjén, végül 18 modern keresztény. Azt javaslom, akit érdekel az etimológiai szótár, szócikkét olvas el ezzel kapcsolatban, és láthatja, hogy a szláv, vagy horvát, szerb, vagy szlovén jövevényszó, ami kristjánin, ebből, vagy krisztián, ebből alakult ki a keresztény. In Faustus második így ír a blogjában, a keresztény elnevezés eredete. Abban igaza van, hogy a krematizó kifejezés az általában amikor használatos, 9 alkalommal használatos egyébként a krematizó az új szövetségben, a brit házasságban, itt van a görög szó krematizó, krematezó, és általában valamilyen Elohimtől eredő kijelentést foglal magába. Mindannyiszor először ugye felsorolja ez Máté és egészen zsidókig, elhalad a napkeleti bölcsek, Simeon kijelent, Cornelius, a házasságtörő, ugye a nő, akit házasságtörőnek neveznek, ez nem kijelentés, Elohim parancsot ad Mózesnek, Noé kijelentést kap, és szintén kijelentésről van szó. Azonban a házasságtörő nő esetében arról beszél, hogy nem nevezhetik őt házasságtörőnek, ugyanúgy, ahogy amikor azt mondja, hogy a tanítványokat itt nevezték, az emberek nevezték őket, annak nem pedig Elohim. Az a többi versben az meg van jelölve, hogy Elohim az, akitől ez a név származik. Például a házasságtörő nő esetében sem tőle származott. Tehát annyit tesz a szó, mint jelent, nevezni, vagy pedig kijelentést. Elsősorban kijelentésként használja. Mindenki eldönti magában, hogy ő szerinte Elohim megváltoztatta a nevét, vagyis a nyelvét, és ő egy görög nevet adott a messiáknak. Nem volt erre szükség. Ugyanúgy, ahogy mi meg tudnánk tanulni azt a szót, hogy másiák, vagy Jahusa, vagy Jehoshua, ugyanúgy ők akkor ott meg tudták tanulni, egész egyszerűen nekik nem volt szükség pogány nevek használatára.
Ez nyest.hu, nyelv és tudomány, keresztény vagy keresztjén, ez a cikk címe. A szótöve a Krisztus szóra vezethető vissza, a görög Christos, ahol a CH olyan, mint például a Bach nevében, azaz Christos szóból ered, melynek jelentése felkent, azaz olajjal vagy krizmával felszentelt. Azonos eredő a krém szóval. A brit harasa az új szövetség görög szövegében ez a héber másiák mesiás szónak felel meg. Ebből képezték latinból kölcsönzött képzővel Christianos, Krisztushoz tartozó melléknevet. A magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint a keresztény tény görög szó nem közvetlenül, és nem is latin, olasz vagy német, hanem szláv közvetítése került a magyarba. Az ószlávból a magyarba a szó alakja a krisztián alakban kerülhetett. A magyar a szó kezdő máshangzó torlódást magánhangzó beszúrásával oldotta fel, eredetileg második, így már harmadik szótagba kerülő i pedig kiesett. Mivel a t és a j egymás szomszédságába került, ki lett belőle a szó, tehát ómagyarban krisztiánként hangozhatott. Íkből szabályosan ek lettek, az á pedig magánhangzó harmónia, másnéven illeszkedés, hatására évé vált, így jött létre a keresztjén alak. Ez tehát az eredeti forma. Első előfordulásakor 14.-15. században is ebben az alakban bukkant fel. Hogyha a kereszt szóból származik, akkor miért vártak 1500 évet, míg felbukkant a szó, ha egyszerűen a keresztből származott? Még egy érdekességet elmondanék azok számára, akiket érdekel. A cross, valószínűleg mindenki tudja, hogy angolul keresztet jelent. Azaz, amikor cross szó szerepel, az angol fordításban, a magyarban kereszt szerepel. 28-szor szerepel a King James verzióban az a szó, hogy cross. Mindannyiszor a görög stauros szó az, amiből fordították azt a kifejezést, hogy kereszt. Ez az írásban, a bibliai, az írás használata kereszt. Azonban, ha megnézzük a definícióját a szónak a Strong's konkordanciában, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez egy karó, vagy egy pózna, vagy oszlop, ami függőlegesen fel van állítva. Egy rúd. Elsősorban, vagy egy kereszt. A Thayer's görög lexikon szerint a stauro kifejezés az egy egyenesen felállított karó, amelyiknek hegyes az egyik vége, hogy bele lehessen szúrni a földbe. Azaz egy egyenesen felállított karó. Aztán a második jelentése az egy kereszt. A stauros szó jelentése, ami ugye egy hímnemű főnév, a hestame kifejezésből ered. Ez pedig bármi, ami felállítanak, egyenesen áll, vagy valamit, amit lehelyeznek, vagy beállítanak. Ezt jelenti. A Strong's definíciója a szónak pedig annyit tesz, mint hogy állni. Hogyha megnézzük a Thayer's görög lexikont, akkor láthatjuk azt, hogy valamit egyenesen felállítani, lehelyezni, lerakni, vagy felállítani. És ennek a különböző variációi. A másik kifejezés, amivel szintén találkozunk, az a xylon szó. Ez egy semleges nemű főnév, amelyek jelentése az írásban fa. Vagy fa anyag, vagy pedig fa, mint maga az élőlény fa. Ugyanezt tudjuk meg a Strong's definíció szerint, ugyanis fa, úgy mint faanyag, vagy pedig úgy mint fűtőanyag. Vagy egy bot, egy ütő, vagy fa, vagy pedig bármi fából készült dolog. Akár egy rúd, egy bot, egy karó, vagy pedig faanyag. Ugyan ezt erősíti meg a Thayer's görög lexikon. Fa. Ezt jelenti a xylon. Akár lehet egy fa tuskó is, amiben az ember fejét meg kezét belezárták, vagy a lábukat. Ezt is xylonnak hívták, vagy
akár ugye a kezüket, vagy a lábukat, amivel lezárták. De lehet valamiféle ütő, mint egy baseball ütőforma, vagy egy rúd, egy bot, bármi, ami faanyagból készült. Általában azonban egyes számban használja, és átvitt értelemben használják úgy, mint egy kereszt, vagy pedig ahonnan felakasztják az embert egy gerenda. Ez pedig már a Jehova tanúi, vagy Jehovah's Witnesses weboldal. Én nem mondom senkinek, hogy ez egy nagyszerű hely, hogy információt szerezzen az ember az írásról. Azonban, mint mindenhol, valamennyi igazságnak lennie kell, és amennyiben a ruach vezet minket, akkor azt meg fogjuk találni. Úgyhogy én nem, sőt, egyáltalán nem értek egyet az ő tanításaikkal, azonban rengeteg hasznos információt talál az ember. Itt azt olvashatjuk, hogy az angol és görög nyelvű új testamentum kritikai lexikonja és konkordanciája szerint a stauros soha nem jelent bármiféle szögben egymáshoz csatolt két fadarabot. A The Companion Bible, ami ugye egy ilyen társ bibliát jelent, a biblia idézőt az írásnak az olvasásához, így összegzi. Semmi nem indokolja a görög új testamentumban azt, hogy a stauros szó két különböző fának az összecsatolását jelenteni. Itt pedig ezen a képen láthatjuk a crux simplex, ha jól ejtem ki, ez egy latin kifejezés az egy karó használatára, amikor egy karót használnak ahhoz, hogy az embert megfeszítsék. Hogy a kereszt pogány eredetű arra egy nagyszerű példa, ez a rajzolat, mely Sir John Garner Wilkinson egyiptomi kultúrával foglalkozó könyvéből, a Wilkinson's Egyptians könyvből származik, és a messiák kora előtti 15. századból való, és egyértelművé teszi azt, hogy ezek az emberek már akkor viseltek, mint fülbevaló, vagy mint nyaklánc, vagy a ruháikon kereszt alakukat, és 1500 évvel megelőzik a megváltó időszakát. Ennek ellenére Tertullius, vagy Tertullian angolul úgy nyilatkozik a keresztről, ugye ő egy híres történetíró, aki a kereszténység krónikáit örökíti meg, illetve azokat írja. Egyrészt más források is vannak, Tertullius az egyik legismertebb. Ugye arról beszél, hogy az utazásaink során, vagy amikor össze-vissza kalandozunk, vagy be vagy kimegyünk, vagy a cipőnket fölvesszük, zuhanyzunk, az asztalnál ülünk, gyertyát gyújtunk, lefekszünk, leülünk, vagy bármit csinálunk, a homlokunkat kereszt jellel illetjük, vagyis a kereszt jelét tesszük a homlokunkra. Innen ered a pogány keresztet vetés, amit a katolikusok használnak. Ez a kereszt már Tammuz idejéből ismerős, ugye Tammuz egy mitológiai születésű gyermek, aki Semiramis, illetve Nimrod leszármazottja volt, pontosabban Nimrod ugye napistenné vált, és a napsugarai megtermékenyítették Semiramist, ebből született Tammuz, ami egy pogány legenda gyakorlatilag. És ez a kereszt volt a jele, már akkor használatos volt Tammuz idejében, a kádeusok és az egyiptomiak szintén használták, ugyanúgy, ahogy a római napisten Mitra jele volt, vagy a görög Attis, de visszautal természetesen Tammuzra, a sumér napistenre, illetve Istárra, ami ugye csillagot jelent, ami szintén szó volt már Astarte Istár kapcsolatáról, illetve a pogány eredeti, a pogány vallási szokásokkal kapcsolatban. És a T betűnek az eredete az ehhez a Tao kereszthez vezethető vissza, a pogányok pedig a keresztelés során ezt a keresztet rajzolják a szerencsétlen homlokára. Itt látható egy ilyen szertartás, ugye, ami a kereszténységben, különösen a katolikus egyházban még mindig szokás, különösen a pogány eredetű húsvét ünneplése előtti 40 napos böjt kezdetekor, amikor is hamuval egy keresztet rajzolnak a
tudatlan követőknek a homlokára. Még egy érv a sok közül a karó mellett, az pedig Bamibar, vagyis 4 Mózes 21.8, amikor is Jahua így szól Moséhoz. Csinál magadnak tüzes kígyót, tűzfalaszt, póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Azaz azt mondja, hogy egyértelműen egy póznára tűzd fel ezt a kígyót, és aki hisz benne, és feltekint rá, az az, aki meg fog maradni. Ez a kifejezés pedig a héber szó nász, vagy nász, és ez ugye egy hímnemű főnév, mely általában mint egy valamilyen jel, vagy karó, vagy jelzés, vagy zászló, vagy vitorla formájában használatos. A Strong's definíciója ennek a szónak egy zászló, vagy vitorla, vagy egy zászlótartó rúd, vagy egy jel, vagy bármiféle karó, oszlop, amit jelzésre használnak. Ez a Héber Kádemusi lexikon szerint valami, amit felemelnek, mint egy jelet, amit messziről lehet látni, elsősorban egy ilyen, mint magyarul transzparensnek hívnánk, az, vagy bármiféle zászló, vitorla, vagy egy egyenesen álló jelzés, egy oszlop, vagy rúd, vagy pedig jel. Jehukanon 3. fejezet 14-es versben a Messiák azt mondja, hogy őt ugyanúgy fogják fölemelni, ahogyan Mósé fölemelte a kígyót, és amiképpen felemelte Mósé a kígyót a pusztában, akképpen kell az embernek, ember fiának felemeltetnie. Úgyhogy visszautal arra, hogy egy póznára feltűzött kígyóról van szó, és ugyanúgy fogják őt is majd felemelni, és aki ő benne hisz, az túl fogja élni, illetve az jut el az életre. Az biztos, hogyha a katolikusok csinálják, illetve a pogány, illetve nagy részt ugye a pogány hagyományokon alapuló mai kereszténység szintén használja, illetve az akkori Tertullianus, akik elindították ezt a fajta elpogányosodását az úgynevezett kereszténységnek, ami akkor ugye a nazarénus mozgalom volt, vagy az út megnevezést használta, akkor ez nem egy jó jel. Különösen akkor, ha látjuk, hogy már az egyiptomi kultúrában is szerepelt, és visszavezethető egészen az ősi napistenekig, úgy mint Tammuz, vagy pedig akár az egyiptomi napistenek, ismerős mindenkinek az Ankrosz, biztos vagyok benne Egyiptomból, vagy Mithra, a görög istenek, amik a történelem során folyamatosan más néven, de ugyanahhoz vezethető vissza, ami nem más, mint az ellenség. Azért, mert megtévesztve az egész világot, elfoglalta Jahua a teremtő atya fiának a helyét az életünkben, és törvénytelenséget hirdetve félrevezette az egész világot. És ez a karakter a kereszten, ez nem más, mint az ő megtestesítője. Nem azt mondom, hogy nem volt egy messiák, vagy egy megváltó, mert volt, az biztos, hogy ő, ez, aki itt van, egy pogány jelképre felszegezve, a napot jelképező koszorúval a feje körül, ez a hófehér karakter nem lehetett a megváltó. A megváltó soha nem hirdetett törvénytelenséget, és egyetlen egyszer sem mondta, hogy nekünk bármiféle változásokat kellene eszközölnünk a törvényekben, illetve az atya instrukcióiban. Megmutatta, hogy hogyan kellene szeretettel, teljes erőnkből, teljes szívünkből járni ezt az utat. Ez a karakter nem más, mint maga az ellenség, aki a világosság angyalának álcázva magát elhozta azt a törvénytelen időszakot, amiben ma élünk. Megváltoztatta a törvényeket, az ünnepeket, az étkezési szokásokat, a neveket, a kifejezéseket, mindent az elmúlt 2000 év alatt, amit az atya szeretne, hogy mi csináljunk. Úgyhogy mindenki eldöntheti, hogy melyik utat választja, és merre indul el. Az, hogy minek hívja magát, annyira nem fontos, mint az, hogy melyik úton jár. De azt tudja mindenki, hogy a nazarénusok, ahogyan a messiák
korai követőit hívták, ők magukat az út követőinek nevezték. Az, hogy magukat Krisztiánosnak hívják, meg sem fordult a fejükben. Az, hogy a nyakukba keresztet lógassanak, hogy törvénytelenül éljenek, az eszükbe sem jutott. Hogy ők megváltoztassák, eltöröljék, ónak, átoknak, rabságnak hívják a teremtő atyánk szavát, az pedig a lehető legtávolabb állt tőlük. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!